A küzdőtéren még csak néhány paksi játékos pattogtat, és üres a lelátó is. De hamarosan újra zajos lesz a mintegy 800 millió forintból felújított sportcsarnok, mely impozáns tetőszerkezetet is kapott. Az atomerőmű SL férfi kosárcsapata 2021 nyara óta Szekszárdon edzett, és ott játszott a hazai mérkőzéseit is az ASEL csarnok felújítási munkálatai miatt. De 2022. január utolsó hétvégéjén már újra itthon léphettek, mégpedig a modern technológiával készült új speciális sportparketre a játékosok. Talán mindent jelenthet nekünk most az, hogy végre hazai pályán tudunk játszani. Azt látom a játékosokon is, hogy örülnek annak, hogy nem kell folyamatosan utazni. Ugye én megtiltottam, hogy arra hivatkozunk, hogy Szekszárdon játszunk, hogy ez bármilyen hátrányt okoz nekünk, de azt tudni kell, hogy nagyon fárasztó volt a játékosoknak, és nem is volt egyszerű leszervezni az edzésidőpontokat. Úgyhogy én külön köszönöm egyébként a felújítás végzőknek, hogy egy pár nappal előbb megkaptuk a csarnokot. Mi már bejöhettünk edzeni, ugye szigorú feltételek mellett, és azt gondolom, hogy olyan csarnokot kaptunk, olyan parkettával, ami most már az ASI-hoz méltó. Egy igazi Európa színvonalú, minőségű parkettel edzhetnek a fiúk. Hazajöttünk, végre itthon vagyunk, ez az én otthonom. Én bízom benne, hogy ezt a többiek is megértik, hogy ez mennyit jelent nekünk, mennyit jelent a városnak és természetesen a klubnak. És ehhez kellnek most már az eredmények, ezen dolgozunk, remélem jönni is fognak. A csarnokavató mérkőzés megkezdése előtt Süli János miniszter, Kovács Antal ügyvezető elnök és Gulyás Róbert szakosztályvezető köszöntötték a korábbi szakosztály elnököt, Tóth Jánost, aki két évtizedes munkájáért örökös tiszteletbeli szakosztályelnök plakettet vehetett át. Az ASEL Lions elleni találkozón a napokban érkezett új litván játékos is pályára lépett. Az összecsapás nagy részében a vendégek vezettek, a végjátékban azonban sikerült nagyobb előnyre is szert tenniük, így a csarnok avaton 82-73 arányú vereséget szenvedett az ASEL. Először is nagyon csalódott vagyok, hogy nem sikerült győzelemmel kezdeni a felújított csarnokban a menetelésünket. Nagyon kellett volna a győzelem a csapatnak, sajnos ugye sok sérüléssel küzdködünk magas poszton, nagyon vékonyak vagyunk, így nem egyszerű senki ellen se játszani. Azt hiszem, hogy maximálisan kihajtottuk magunkat, ami bennünk volt, azt kitettük a pályára. A végére kijött a különbség a két csapatnak a rotációja között. Sajnos elfáradtunk, nem tudtunk a végén kulcs szituációkban se kivédekezni a kulcs támadásaikat, se pedig kosára váltani a túloldalt a mieinket. Nehéz helyzetben vagyunk, remélem, hogy teljes kerettel fogunk tudni minél több meccset játszani. Nagyon kellene a belső játék is, mert így az eléggé limitált. Az új centerünk is, ugye két napja van itt, még nem igazán tudott beilleszkedni, neki is kell még idő, bízom benne, hogy segítségünkre lesz. A kiesés ellen küzdő ASEL legközelebb hazai pályán február 12-én játszik bajnokit, akkor a Kecskemétet fogadja.